fáradtságot is eljött el a mai rendezvényre, ami egyben egyébként egy országos osztályon is, és milyen érdekes, az országos osztály majdnem leképzi összetettségébe a problémák tekintetében is az élelmiszeripar egészét. Amiről igazából szólnánk, az a másik lába, a fejlesztések, a beruházások, annak támogatóságú kérdése, ami legalább olyan fontos, mint az előző blogban a humán erőforrás megtartása, képzése, biztosítása. Hiszen egy fenntarthatóan működő élelmiszeripari vállalkozásról akkor tudunk beszélni, ha egy kellő hatékonysággal megfelelő jövedelmezőséggel tud tevékenykedni a saját szakmai területén. Most az élelmiszeripar az elmúlt években elég sok stratégiai jelentés készült, elég sok mondjuk úgy tanulmány is született, különböző időtávlatokban, középtávra, rövidtávra, magára csak a támogatási ciklusra 2014 és 2020 között, vagy most legutóbb a minisztérium által, a szakminisztérium által közrebocsátott egy egész ember öltőt felülelő stratégiai elképzelések vonatkozásában is. Mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy a támogatáspolitikát uniós szempontból is és hazai szempontból is a legfontosabb célkitűzés az, hogy a technikai fejlődésben, jelenlegi elmaradásban lévő magyar élelmiszeripar tovább tudja lépni. Ez alól nem mentes se a való, se a sütőipar. Az egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ezek a megvalósítható célok gazdasági programok keretében, ilyen a gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program, a GINO, amelynek 8 fókusz területe van, és ebből az 1-es, 2-es és a 8-as az, ami beruházásra foglalkozik, és izgalmas lehet számít. A mindegyik támogatási rendszerben, mindegyik operatív program támogatási mechanizmusának kidolgozásában az Agrárgazdasági Kamara szakmai részén részt vett, és véleményt próbált formálni abban a vonatkozásban, hogy hogy segítse elő a vállalkozások által felvetett, mondhatjuk úgy is, hogy a tagjaink által felvetett érdekes kérdéseket, és ezek kerültek aztán beruházási célként megfogalmazásra. Nagyon lényeges dolog azonban, hogy az élelmiszeripar önmagában véve egy duális szempontot mutat. Az elmúlt 10 évben nagyon megnövekedett a vállalkozások száma, nagyon sok a mikrokis vállalkozás, talapszámra is, és ugyanakkor, ha megnézzük a következő szlájton, hogy a teljesítmény értékelésben viszont van egy ellentmondás. Mert a viszonylag kis számú, közepes és nagy vállalkozásnak számító vállalkozások dolgozzák fel a magyar mezőgazdaság alapanyagként termelésének több mint 60%-át. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ugyanakkor ezek a vállalkozások valamilyen formában eddig legalábbis kimaradtak, hiszen a vidékfejlesztési program elsődlegesen a mezőgazdaság termelő ilyen jelenlő tevékenységét és a mikro kisvállalkozások mezőgazdasági tevékenységét hivatott és próbálta is támogatással segíteni. Tehát itt, amiben mi igazából szót emeltünk és kértünk, az az, hogy az élelmiszeripar közepes méretű vállalkozásai, amire lehetőség nyílott, és a GINO-ban ez úgy néz ki, hogy meg is fog valósulni, rövid időn belül megjelenik a pályázati felhívás is, lehetőség nyíli annak a közepes méretű vállalkozási körnek a fejlesztés igényeinek a kielégítésére, ami nagyon elengedhetetlen és fontos. Ha megnézzük most kifejezetten a szakágantot, ez az Agrárgazdasági Kutatóintézet legfrissebb adataira alapul, de Magyarországon helyettes államtitkár egy KSH adatcsoportba be, néhány helyen eltérnek a számaink, de összességében a trendek azonosak, csak Magyarországon két egyforma statisztika nem létezik, legalábbis az én eddigi 50 éves munkapályafutásom alatt még nem találkoztam azzal, de a trendek tulajdonképpen ugyanazok. Nagyon jól látszik,
hogy a malomiparban létrejött egy nagyon erős koncentráció, csökkent a malom száma is Magyarországon. Egy picit azt hiszem, hogy ott néhány nagy malmot figyelembe véve, ez durván 5-6 malmot jelent, a technikai fejlesztést is végrehajtották. És mások ezáltal a bruttó bérek is. Tehát most ezt azért választottam így külön, mert az osztály szerkezetén belül, a kamarai osztály szerkezetén belül nagyon jól látszik, hogy sokkal nagyobb, amilyen egyébként Tibor is utalt a pékszercsitől, hogy nagyobb a munkaigényessége a pékszapának, élő munkaigényessége, ugyanakkor ott is lehet, és erre szeretném inkább fölhívni a figyelmet, ott is lehet a technikai fejlesztéssel úgy hatékonyságot növelni, hogy valamit enyhítsen a munkaerő problémán is. Tehát azért az, mivel minden összefügg, én nagyon figyelmesen hallgattam a szakképzés, a munkaerő utánpótlásra vonatkozó feladatokat. Egy dolgot engedjenek meg, hogy nem az én témámhoz tartozik, csak én szakmaveli vagy élelmiszeriparos megjegyezzem. Azt mondta a helyettes átétkarul, hogy a motiváltságot is hiányolja. Én meg azt hiányolom, hogy vajon ezeknek a 10 éves gyerekeknek mi tudunk olyat mutatni, ami izgatja őket? Vagy csak odaállítjuk egy valami meleg kemence elé, és azt mondjuk, hogy dolgoznod kell. Mert ez a munka becsület. Vagy próbálunk technikailag valamit olyat mutatni, valami olyan fejlesztést, ez más érvészet parra is valakulja. Mert a nagymalomban, a malomiparnál is vannak olyan technikai fejlettségek, hogy akár a mobiltelefonjáról, applikáción keresztül dolgozhat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy talán az érdekelt utánpótlást is motiváljuk. Nem csak a szakmát, meg a tulajdonosokat. Tehát ez lenne egyébként ennek a támogatási pályázat, a felhívásnak igazából a vele. A technikai rész az most sikerült elérni az eredeti, az évenkénti megállapított forráskeret tekintetében a GINOP-on belül erre a fókusz területre 22 milliárd forint volt előzetesen tervezve visszatérítendő támogatás, és 37. A kamara több helyen eljárt, többször, ha úgy tetszik, lobbizott. Én nem pejoratíve értem ezt, nagyon fontos lobby tevékenység az, amit egy köztestület vagy a köztestület a tagjai érdekében tenni tud, most tett is, hogy kifejezetten az élelmiszer feldolgozó ipari vállalkozások számára minimálisan egy 100 milliárdos forráskeret álljon rendelkezésre, hogy ebben a hátralévő időszakban érzékelhető módon tudjon úgy fejleszteni ez a körülbelül 250-260 vállalkozás, hogy ez érinthet ebből a szempontból. Nagyon érdekes viszont a másik része a dolognak, hogy miután az Európai Uniónak is vannak elvárásai a támogatásokat illetően, támogatás politikát illetően, a GINOP-on belül ezek a típusú támogatások és ezzel a kitalálatikusnak a való támogatottsága az nem lehet csak visszamentérítendő támogatás, ezt valamilyen formában kombinált támogatásként kell megjeleníteni. Ezt jelenti most az, hogy 50 milliárd ebből a 100 milliárdból visszamentérítendő támogatási forrás, és 50 milliárd egy kedvezményes hitellel történő kiegészítés a holtitszka támogatásnak. Lényeges dolog, hogy a támogatás mértéke az hathatós legyen. Tehát lehessen olyan technikai fejlesztést végrehajtani ebből a projekten kívül felhasználható összegből, ami tulajdonképpen már még a magas élelmiszeripari gépvállalati technológiai berendezések árai mellett is megfelelő támogatási lehetőséget tud biztosítani. Persze van egy alapja mindig ennek a dolognak, gyakorlatilag a visszanemtérítendő támogatás aránya mindig egy picivel kisebb kell legyen, mint a visszatérítendő. Ez egy uniós szabály, ez minden európai országban így legyen a támogatás, tehát ez alól nem tudjuk mi sem
Itt én megpróbáltuk elmenni odáig az egyezkedésbe a Nemzetgazdasági Minisztériummal, aki felügyelje ezt a programot, ameddig lehet. Lényeges dolognak tartjuk, hogy a kiemelt célokon belül, ugye, ahogy említette helyettes államtitkár úr is, a GINAP-on belül 8 fókuszterület van, és ezáltal a kiírandó pályázatokat is a teljes feldolgozóipari szféra egészére tekintik mindig a kiírást végrehajtók vagy a döntéshozók. Ugyanakkor ez egy speciális termék lesz, mert ez egyedülálló, hiszen egyedül most ebbe a kiírásba, ebbe a pályázati felhívásba csak élelmiszeripari közepes vállalkozások fognak szerepelni. De ugyanakkor nem tudtak eltekinteni attól, hogy mint önálló támogatottsági célt megjelenítsék a megújuló energiát, mert azt mondják, hogy ott van a GINAP 3-as fókusz területén, vagy a 4-es területen ott vannak ugye a kutatás, fejlesztés, innovációs pályázati lehetőségek, csak ott hátrányban van az élelmiszeripar, ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a teljes feldolgozóiparral kell versenyezni. Most igaz, hogy az élelmiszeriparnak van egy sajátossága, hogy a feldolgozóiparon belül ugye a harmadik alágazat, a harmadik legnagyobb alágazat az élelmiszerfeldolgozás, az autóipar és az informatika után, de jövedelem termelő képessége viszont sokkal rosszabb, mint a többieké. Tehát ennek következtében az ő versenyképessége egy pályázati támogatás elnyerésére kisebb, mint mondjuk egy gyárműipari beszállítónak, vagy egy informatikainak, vagy egy gépbeszállítónak. Ezért kellett valamilyen formában olyan, hogy pirosra ki is emeltem, olyan lehetőséget biztosítani ebbe a dologba, hogy az alap fő cél esetében elegendő, ha 20%-ot investál a beruházásba az adott vállalkozás, aki támogatást igényel, a többi az önállóan ugyan nem, de ehhez kapcsolódó beruházásokba investálhatja. Ha most nem gondolunk másra, mint a megújuló energiaforrásai, a környezet terhelés csökkentés beruházásaira, akkor nem kell ebbe a szakmába sem külön elemeznem azt, hogy milyen drága technológiák vannak, milyen nehéz annak az értékét kitermelni, ugyanakkor valami szükség van rá, mert környezet terhelő szempontjából, ugye mindig el szoktam mondani ezt a közhelyet, inkább az élelmiszeriparban az ivóvíz felhasználás magas foka miatt, Magyarország ivóvíz nagyhatalom, de azért ezt a kölcsönt adtuk az utódainktól, hogy meg kéne valamennyire őrizni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a támogatás, ahol nem olyan profit termelő a beruházás, azonnal mindegy technológiai fejlesztésnél, ott megjelenhessen, és az élelmiszeripari vállalkozások kapcsolatban eltámogatási lehetőség. Ki kaphatna támogatást? Már utaltam rá, de ahol szerint nincs különbség. Most sokaknak, akik már korábban foglalkoztak élelmiszeripari beruházásokkal és támogatással is, az mindig az elsődleges cél volt ez a annex egy terméket előállít, vagy nem. Ugye a pékek eléggé megszenvedték mikro és kisvállalkozások vonatkozásban is a vidékfejlesztési programot, mert úgy ítélték meg az ottani döntéshozók, hogy nem annex egyes termék a pékáruk, és aztán ott nem tudott pályázni a kisvállalkozás, holott csak a kisvállalkozásokat preferálták. Tehát nekünk alapvető célunk volt a kamara részéről, hogy ebbe a támogatási körbe, a GINAP támogatási körbe ezt valamilyen formában eltörünk. Teáról szerint az élelmiszerekre állító teljes köre vehessen részt. Még tervezett alap vagyunk, és az eredeti társadalmi egyeztetése kiadott pályázati felhívás nem tartalmazta a desztillált szeszes ital gyártókat, de vannak reményeink, hogy a héten egy végső egyeztetés keretében talán ez is sikerülni fog, de ezt feltételes módba kell kezeljük, mert nincs meg a pályázati felhívás végső szöveg. Ami viszont nagyon lényeges, hogy az itt felsorolt 4 elemnek egyidejűnek kell megfelelnie annak, aki támogatást fogja.
egynek, hanem a négynek egyöntetően kell megfelelni. Ami nagyon lényeges viszont, hogy minden teáorkód, ami az élelmiszeriparhoz tartozik, 10-es, 11-es szakzsargonban, az részt vett ebben, mint élelmiszeripari vállalkozás. Tehát nem a termékre próbálunk utalni, hogy ez annex, non-annex, mert ezt nem tudja eldönteni ma senki Magyarországon, és ezért szerettük volna azt, hogy ez lehetőség szerint ne diszkrimináljon senki, aki élelmiszer állít elő, és próbáljon meg ezzel az összeggel, ha támogatást igényel, jól sáfárkodni és fenntarthatóvá tenni a vállalkozását. A másik nagyon lényeges dolog volt, hogy egy speciális helyzetben van az élelmiszer feldolgozás, és sokszor utaltunk rá, hatékonyság, jövedelemtervező képesség, vagy globálisan azt szoktuk mondani, hogy versenyképessége nem olyan jó. Ezt mindig olyan szeretettel használják politikusok, gazdaságpolitikusok, csak nincs kielemezve, hogy milyennek a baja. Mi az, ami igazából a versenyképesség összetevője? Az előbb eléggé részletesen tudtunk beszélgetni, például a munkaerő helyzetről, ami ugyanígy a versenyképesség egyik tudatója. A másik a technikai fejlesztési tudatója. A harmadik a jövedelemtervező képesség tudatója. És a hivatnál előírás volt, minden nemű pályázati felhívás esetében, hogy milyen elvárás van árbevétel növekedésben, létszám növekedésben, stb. Mi azt javasoltuk a döntéshozóknak a kamara részéről, hogy miután az élelmiszeriparban, ha hatékonyságot akarunk javítani, akkor nem az élelmiszeripari üzemen belül kell a létszámot növelni, a hatékonyságot a korszerű technológiával kell elérni. Tehát ne írjuk elő kötelező létszámot. A másik, ebbe a hektikus gazdasági környezetbe, amiben élünk pillanatnyilag, és a jövedelemtermelő képessége, bár elindult egy pozitív trend a növekedés után az élelmiszer feldolgozásba, de még messze nem tartott, ahol a versenyképes feldolgozóipari vállalkozások tartanak, ne írjuk elő külön úgynevezett árbevételt megkérdés. Próbálja meg a fejlesztését mindenki úgy végrehajtani, hogy amilyen van, az megtartja, és sokáig fenntartható maradjon az a beruházás, amit ő végrehajt. Nos, ez úgy néz ki, hogy sikerült elérni, és elfogadták, így ebben a pályázati beruházásban külön számítási módszer árbevételt megkérdéssel ezek már általános technikai dolgok, hogyha megjelenik a pályázati felhívás, és valaki benyújtja, elkezdheti, végrehajthatja, de igazándiból ugyanúgy az a 24 hónap áll a rendelkezésére a döntést követően, amikor megkapja a támogatási iratot, hogy végrehajtsa. Egy nagyon lényeges dolog van, ezt a pályázati felhívást, illetve ezt a programot szeretnék a 2021. március 30-ig lezárnák, két oknál fogva is. Az egyik, mert ez egy kombinált termék, ugye van benne egy kamatrész és van egy visszamentérítendő rész, ami együtt fut, párhuzamosan fut. Tehát nem lehet az, hogy csak visszamentérítendő távolterv próbálok igényelni, mert elegendő lenne nekem, ezt együtt kell, együtt is kezeli a közelműködő szervezet, a döntéshozó is. Ugyanakkor a hitelnél ő mégiscsak sikerült annyit elérni, hogy az eredetileg 2%-os kamatfeltételből sikerült lefaragni legalább a felére. Azt mondtuk mondani, hogy már felét megkaptuk, jó, és 1%-os, ami egy versenyképes, arról nem beszél, hogy egy 15 éves futamidővel, 6 hónapos futamidővel, ez egy viszonylag az élelmiszer feldolgozók számára is elfogadható hitelkonstrukció lesz. Természetesen azok az uniós előírások, hogy régiónként ez másképp vetődés nem léphetnek túl, bizonyos régióban a fejlettségnél fogva Magyarországon se támogatás intenzitás, az itt is érdekes. Ez egy általános szabály. És az is sajnos egy általános szabály, bármilyen fájdalmas kimondani, de meg kell tegyük minden alkalommal,
hogy a Gironon belül a Közép-Magyarországi Régió és Budapest nem kapták a területet. Erre hivatalosan a VECOP lenne, a versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program lenne hivatott. Hát ez már nem legendárium, ott igencsak nincs már pénz. A magyar barátban fogalmazott. De a Gironban még van. A másik lényeges dolog, hogy általános szabály volt, hogy három árajánlat szükséges minden egyes olyan esetben, amikor valami eszközt vagy építőipari beruházást, infrastruktúrai beruházást akarunk végrehajtani. Nos, itt azért kértünk annyi engedményt, és úgy néz, hogy meg is kaptuk. Most azért beszélek többen szám első személyben, mert 95%-ban a kamara javaslatait hagyta jóvá a Nemzeti Agrárgazdaság, vagy a Nemzeti Agrárgazdaság Minisztérium. Tehát mi azt kértük, hogy az élelmiszerfeldolgozás területén vannak teljes egyedi berendezések, aminek nincs másik gyártója. Vagy bizonyos technológiákhoz direkt kifejlesztenek egy berendezést, még akár építőipari művelet is lehet olyan, ami egyedi. Ebben az esetben, ha ezt kellően igazolja a gyártó vagy a forgalmazó, akkor el fogja fogadni a döntéshozó, hogy nincs három árajánlat. A másik, ami még inkább izgalmasabb, hogy ebbe a támogatási körbe, ebbe a támogatási rendszerbe nem kell figyelembe venni a közbeszerzési törvény 5-ös paragrafusát, ami egyébként magunk között szólva katonaviselt emberek tudják, ez a gyalogság taposó akna, mert azt mondták, hogy 25 millió forint támogatás után mindenkinek közbeszereztetni kell. Ha nem, akkor meg igazolást kell hozni a közbeszerzés szükségtelenségéről, az is pénzbe kerül. Tehát ez most itt elfogad az esetek imád. Ami még izgalmas, mi azt szeretnénk, itt eredetben egy általános GINOP-os szabály szerint valamilyen uniós egyezkedés kapcsán abban maradtak, hogy az építőipari tevékenységeknél, amit egyébként infrastruktúrális beruházásnak hívnak, magyarul építőipari tevékenységnél 200 ezer forint per négyzetméter áron számol. Most az elmúlt időszakban, különösen az elmúlt évben meglehetősen megugrott az építőipar, és megugrottak az árai is. Még az egyszerű lakásépítés területén. Tehát egy speciális élelmiszeripari üzem esetében, ha figyelembe vesszük, hogy milyen tartozékok tartoznak az építési műveletekhez, ez a 200 ezer forint megítélésünk szerint kevés. Most még benn van a javaslatunk, a társadalmi egyeztetésen is megtette a kamara a javaslatát, hogy ezt mindenképpen emeljük föl, ezért van még ott az pirosan kijelölve, még tárgyalás alatt van a döntéshoz. Lényeges szempont, hogy ugyanúgy rangsorok alapján dől el, amikor elkészül egy pályázat feldolgozása a közreműködő szervezetnél, akkor megkapja ezt egy úgynevezett állami projektellenőr vagy felügyelő, akinek ebben a kiválasztási rendszerben van egy 8 pontból álló igen-nem válasza. Ezek nagyon egyszerűek, megtalálható majd a pályázati felhívásban. Azért kell rá ügyelni, és azért hívnám fel a figyelmet, mert ebben a 8-ban mindig csak igen lehet a válasz. Egyszerű igen-nem válasz, hogy csak úgy kell beadni, benyújtani, összerakni a támogatási kérelmet, hogy mindig kísérjék figyelemmel, hogy a kiválasztási kritériumok első 8 pontjával biztos, hogy igen lesz a válasz. Nincs mérlegelési joga az állami projektfelügyelőnek, és magyarul kizárja a pályát. A második rész az azért izgalmas, a 13-18-ig tartó értékelési szempontok, mert ez a célbemutatás, hogy ez reális. A múltjával kapcsolatban is, a jelenével és a beruházást követően is. Lehet nagyot álmodni, és az Excel tábla el is bírja. De nagyot lehet rajta bukni. És inkább azt mondom, hogy reálisan összerakható, hogy a minimálisan 50 pontot elérje valaki, mert ez egy nagyon lényeges dolog. De ha ez nem sikerül, és ez akkor derül ki, hogy ellencáfolatot tudok közel, mint ahhoz lehet adni, ez nagyon kell. Számára akkor nagyon sok munka összerakni egy ilyen beruházást és annak a támogatási idejét. Itt megjelenteti azt is, hogy mikor kívánja
a GINOP irányító hatóságba megjelentetni. Félek, hogy ez már nem fog beleférni. Azért pirosoztam ki, mert ma, ha jól látom, november 15-én írunk, és ennek a Széchenyi 2020-on a beadást megelőzően minimum egy hónapban kint kell lenni a területen. És miután mi még Kertői Marcek igazgatóval csütörtökön megyünk egy utolsó egyeztetése, nem lesz ki. Tehát majdnem biztosan azt lehet mondani, hogy egy későbbi benyújtási dátum lesz meg. És szeretném még egy dologra felhívni, gyakorlati dologra a figyelmet, minden online elektronikusan kell benyújtani a támogatási kérelmet, de kell egy jognyilatkozatot tenni, cégszerű aláírással és a papír alapon beküldeni. Azért mondom ezt, mert már van tapasztalatunk róla, más gyilagos pályának esetén is, hogy ez néha elvarad. Végre valaki fölélegzik, hogy túl az online felületen, befogadta, megvan, rögzítette, azt hitte, hogy ott van. Nem. Ha ezt nem küldi be postán, ezt a jognyilatkozatot, akkor nem is veszik figyelembe a kérelmet. Tehát eleve kizárja. Ez azért szoktam mindig különjának. Most miután ugye az, mondtam, hogy az osztály két nagy csoportból áll, hogy teljesen ne keseredjenek el azok, akik nem a közepes méretű vállalkozásra tartoznak, két most kidolgozása van még, röviden, a kis vállalkozások számára is a kilóba vissza nem térítendő támogatás erejéig a kapacitás bővítő beruházás, ahol a teljes képszakma indul. Ami ez hátrány, a hátrány az, amit az előbb is mondtam már, utaltam rá, hogy a teljes feldolgozóipar indul itt. Nincs kiemelve, mint az előző pályázati felhívásnál, hogy csak érdemi szerepelcék indulhatnak. Itt a teljes feldolgozóipar indul, sajnos meg kell küzdeni a feldolgozóipar más ágazatokban tevékenykedőkkel, ennek a támogatásnak az elnyeréséért. De van rá lehetőség, és visszanemtérítendő, és fontos lenne, hogy elinduljon. A támogatási intenzitások ugyanazok. Tehát nem, ez nem változik a kis vállalkozások esetében sem, mikrovállalkozások esetében sem. Itt még korábbi volt az időpont, de nincs ki, lezárult a társadalmi egyeztetés mindkét pályázati felhívás esetében. Én azt hiszem, hogy közelebb tudunk állni a decemberi megjelentetéshez, és azt követően az egész benyújtási procedúra azt szerint fog elmozdulni. Nagyjából azonosan, azért csak címszakban írtam oda, a kiválasztási kritériumok, az összpontszámra vonatkozó kritériumok hasonlóak lesznek, mint az élitnél, vagy az élelmiszeripari vállalkozás, közepes vállalkozásoknál, de én ezt mindenképpen fontosnak tartottam, különösen a végszakmai szempontjából, hogy ezt azért meg kellene lovagolni, már annál is inkább, már a vidékfejlesztési programban, mint említettem, nincs lehetőség, amikor is kisvállalkozás. Hát tudom, hogy egy picit talán túl is léptem az időmet, de nagy ez a falat, és nagy a felelősségünk is abban, hogy jó pályázatokat csináljunk, és tényleg segítsük a cégünket, és tényleg egy picit előbbre tudjunk lépni az elkövetkező időben. Nagyon jósár fárkodjunk ezzel a pénzzel, amikor biztosítanak a forrása számunkra. Bárkinek, ha bármikor kérdésem, hogy mit folyamán, én természetesen megköszönöm most a türelmüket és a figyelmüket, köszönöm szépen!